Ismert szerzők, izgalmas kulisszatitkok. Ez itt a Nappaliban, az Álomgyár magazin heti beszélgetős műsora. Mai vendégem Ernyei Béla. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És hát a legújabb könyved megjelenése kapcsán beszélgetünk, amit mi adhattunk ki, ez a céltáblanő. Mielőtt még belemegyünk így a tematikáját, meg a konkrét dolgokat illetően, egy ilyen pár szóban foglaljuk össze, hogy ez a 10. jubileumi könyved, és ha most csak tényleg ez alatt a pár mondat alatt kéne bemutatni, akkor hogy jellemeznéd, illetve hát mennyire örülsz neki, hogy ez lett pont a 10. könyv? Az, hogy a 10. könyvről beszélünk, vissza kéne menni először az elsőhöz. Én soha nem akartam igazán írni, bár rengeteg olyan fecném van a mai napig, amit úgy hirtelen papírra vetettem, betettem egy fiókba, és a fiók már ekkora is tele van, és egyszer csak azt mondtam, hogy amennyire támadnak itthon azért, mert elmentem, és amennyire leplébolyoznak, és felszínesnek tartanak, és egyáltalán messziről jött embernek, ugyanannyira tudnám magamról az ellenképet, a valóságot megmutatni, hiszen én vagyok az, aki 24 órát él saját magammal, és pontosan tudom az igazságot. És elkezdtem csak olyan eszészerűen írni az egészet, majd kiderült az, hogy valami olyasmit tudok, és ez nagyon meglepet, engem lepett meg elsőnek, amire nem számítottam, vagy úgy nem volt a tóligembe bekomponálva, és ez az írás. És amikor a könyv megjelent, ami tényleg nagyon nagy, az első önéletrajzi könyv, az Álmok veszélyes dolgok, és aztán utána elkezdődött valami, ami hozta magával a könyveket. És végül is ott tartok, hogy hihetetlenül izgat már az irodalom. Igazából volt önéletrajzi regényed, volt interjúkötetet. Kettő, mint James Bondnak. Szakácskönyv, regény, akár szépirodalom lényegében. Tehát igazából majdnem mindegyik műfajt ki tudtad próbálni az íráson belül. Én úgy látom, hogy egyébként neked van egy nagyfokú maximalizmusod azzal kapcsolatban, amit csinálsz, tehát hogy az rád jellemző legyen, olyan legyen. Neked ez teljesen autodidakta módon ment, vagy akár csak nem tudom én szabadidődben érdekelt, hogy vannak ezek az íráskurzusok, vagy voltak olyan regények, amikből inspirálódtál, vagy ez teljesen úgy ment, hogy téged vezetett az intuíció, és amilyen témában akartál írni, az végül mindig oda jutott el, hová szeretted volna. Az egyetlen szakma, amit nem saját magam találtam ki magamnak, az a színészet. Elvégeztem egy egyetemet, jobban mondom, akkor még főiskolának hívták, és gyakorlatilag a klasszikus színész utat jártam. Szerencsém is volt, lehet, hogy valamilyen kevés tehetség is belém szorult, tehát gyakorlatilag arról szólt a dolog, hogy azzal nem igazán nagyon kell foglalkozni, hiszen az a dolgod, az a szakmád. És elkezdett izgatni egy csomó minden, például teljesen autodidakta módon a fényképészet, és például nem tudja sokan, vagy talán valami kevesen tudják Magyarországon, hogy amerikai Playboy díjas fotós vagyok. És gyakorlatilag azt a fajta sikert érzem igazán elfogadhatónak, legalábbis számomra, ami nem a dolgom, hanem a szenvedélyem. Ez a könyvem, ami a mostani a céltáblanő, ez egy olyan fajta voks letétel a női nem mellett, és a folyamatos és állandóan elkövetett férfi hibák ellen, hogy ezt nem lehetett megkerülni. Tehát az utolsó előtti könyvem például, aminek az a cím, hogy Zoknihoz, én mindig például most is egy térzoknit hordok, mert ez így vettem át édesapámtól, nagyapámtól, és gyakorlatilag erről szólt az életem. Ez kicsit könnyebb volt a stílusról, az úriemberségről írni, mint arról, hogy a férfi hol követi el azokat a hibákat, anélkül, hogy legyilkolnának majd a körúton a férfiak, akik azt mondják, hogy te rontod a bizniszünket. És ezáltal volt egy olyan, hogy meg kellett találni azt a középutat, ahol a nő is elhiszi, hogy egy jó szándékból elkövetett segítségnyújtás van, ahol bizony egyszer-egyszer rámutatok arra is, hogy ő is hol követel hibákat. Viszont a másik oldalon tényleg a férfi azt mondja, hogy menjen a fenébe, hát itt ez most miért kellett ezt a nőnek tudni? Bocsánat, a feleségemnek miért kell tudni azt, ami ott van benne a könyvben, és amit én gyakorolok? Ezekben egyébként te tapasztalataid is benne vannak, hogyha úgy veszük? Tehát, hogy van olyan, amit te is úgy érzel, hogy másképp csináltál volna, és akkor most úgy gondolod, hogy ha ezt tanácsként megfogalmazod egy nőnek, akkor
ő esetleg egy sikeresebb, hosszabb kapcsolatot tudhat magáénak? Tehát ez egy kézikönyv is gyakorlatilag, ha úgy veszük, nem? Pontosan. Ráadásul nőknek szól, nőkről szól, és a férfiaknak nem ilyen felemelt mutatóujjal van jeladás, hanem egyszerűen arról szól, hogy magyarázzátok már meg nekem, és ez a, én sem voltam fiatalkoromban teljesen kivétel, hogy mi viszi a férfit el odáig, hogy mindent megtesz azért, hogy megkapja a nőt, majd abban a pillanatban, ahogy megkapta, mindent megtesz azért, hogy, hogy elveszítse, mert megint mindent szeretne megtenni azért, hogy megkapja a következőt. Ez egy olyan fajta állandó, egy circulus vitiosus, amiben egy olyan fajta ellentmondás van, amit egyszer fel kell oldani. El kell dönteni, hogy most Casanovának születtem, és az is maradok, addig meg nem halok, vagy pedig egyszerűen érző emberi lénynek, és férfiként is szeretném tudni, hogy mi az, amivel magamhoz tudom láncolni azt, nem hiúságból, hanem abból a praktikus szeretetből, abból a gondolatból, hogy mellettem marad valaki, hogy átlát rajtam tényleg, mint az üvegen, és ahol nem kell ilyeneket, hogy titkosítom a telefonomat, mert hogy ne tudja meg a nem tudom milyen számokat, stb., ahol nyugodtan, hazugságmentesen és boldogan lehet élni. Én azt gondolom egyébként, hogy nem vagy könnyű helyzetben, mert ahogy beszéltünk itt arról is, hogy ki mibe skatujáznak bele, hogy nem tudnak egy csomó mindent, hogy akárhogy te a fotózásban is sikeres vagy. És ennek a könyvnek van egy missziója, hogyha ha jól értem, és abszolút a nőkért van, de mégis azt gondolom, hogy ezért neked majd meg kell küzdened, hogy ez az üzenet átmenjen, és ne az legyen, hogy beskatujázzák ezt egy olyan könyvbe, hogy el se olvasták, csak mondjuk hozzárendelik, hogy nem tudom, te, aki nem tudom hány kapcsolatod volt, és akkor most megírtad egy ilyen témát. Tehát, hogy ezt nagyon fel kell majd építeni szerintem, hogy tényleg ne egy borító alapján, ne egy cím alapján, vagy ne egy fél szó alapján. Nincs ilyen félelmet, hogy félre fog menni egy kicsit? Volt egy idő, amikor megpróbáltam ezt az egészet átboxolni, és mindig szerettem volna minden kérdésre felelni, és mindenkinek megfelelni. Aztán jött egy idő, amikor láttam azt, hogy egy olyan fajta meg nem értésbe botlom, és hogy akkor van két döntés, vagy hogy megölöd magad, feladod a pályádat, morcosan visszatérsz nyugatra, és ott folytatod az életed. Tényleg. És én pedig tehát igen, de én azt választottam, mert hogy napcsúrasabb egy kicsit a természetem, hogy mindennel, ezzel a nem megértéssel is megharcolok. És gyakorlatilag eljutottunk úgy, ahogy a Dorival való kapcsolatommal, ahol nagykor különbség van, és bebizonyítottuk, hogy ez ezerszer jobban megy, mint minden olyan kapcsolat, azoké, akik megtámadtak minket mondjuk 13 évvel ezelőtt. De azért még nyilván megkapjátok ugyanúgy a mai napig, hogy ez hogy lehet, meg hogy nem lehet. Igen, de már lepereg rólunk. Tudod, tehát pontosan az van, hogy amikor leírja valaki, hogy érdekes, hogy azok, akik őket támadták, már egyik sincs együtt az akkori párjával, és lehet, hogy csak 15 nap különbség volt köztük, de akkor győzelemnek élni meg mindezt az ember. A másik pedig az, hogy szeretek győzni. Szeretek úgy győzni, hogy meggyőzzek embereket. Na most ez az első olyan könyv, amiben, hogyha valaki ezt végigolvassa, és azt mondja, hogy ez egy felületes dolog, akkor vagy vakról beszélünk, akinek elmondták, hogy mi van benne, vagy bolondról, nem tudok más mondani. Azért a fejezetekre is szeretnék utalni, mert hogy ugye nőkről szól, nőknek szól, de azért benne vagy te is bőven, tehát ez rólad is szól. Mert az nagy baj lenne, ha nem lennék, mert van, az azt jelenteni, hogy én vagyok az egyetlen, aki szent vagyok, és kivonom magam az egészben. Nem, nem direnbe, csak hogy tényleg az van, hogy így azért az ember belelapozgat, elkezdődik valahol, és akkor tényleg így van a benne elhintve dolgok. Itt azért olyan fejezetcímek is vannak, amik reflektálnak bizonyos mostani társadalmi jelenségekre, akár a MeToo mozgalomra. Ezeknek a használata, hogy mennyire erősen viszed bele, vagy mennyire erősen reflektálsz, ez erősen szabályozó van, tehát te szeretted volna, hogy benne legyen, ugyanakkor mégsem ez vigye el az egészet. Itt nagyon sok olyan sor van, ami között lehet olvasni. Tehát ez a könyv nagyjából úgy született meg rólam, hogy nem én voltam a célszemély. És elkezdtünk azon gondolkodni, mert ugye a Dori azért nagyon sok mindenben ő a női reflektálóm. És nagyon sok mindenben adott olyan segítséget, hogy azt mondta, hogy igen, de itt te most elszaladtál valamin, ami teljesen rendben van. Viszont mi történt, volt neked ilyesmi az életedben? És azt mondtam, igen, bizony volt. Hát azt mondja, akkor írd bele. A MeToo dolog az egy nagy kérdőjel, azt majd látjuk mind a ketten,
hogy lesz-e belőle igazán igény, hogy azt kérdezik, hogy akkor ez most mi volt, és van-e szándékod ezt kinyitni. Kegyeleti okoknál fogva már nem nagyon nyitnám ki ezt a varázsládát, de minden további nélkül el tudom mondani, mert érdekes módon bárhol kapartam utána ennek a történetnek külföldön, belföldön, Amerikában, Európában, soha egyetlen egyszer nem olvastam, és ez lehet, hogy az én hiátusom, nem olvastam arról, hogy férfi legyen az illető, aki a MeToo-ban érintett. A másik oldalon pedig az van, hogy beleírok, például leírom teljesen őszintén, abszolút messzerenre vett közve lelkileg azt, hogy volt egy olyan kapcsolat az életemben, ami semmi másról nem szólt, nem kevés ideig, mint a testiségről. Ami olyan volt, hogy a végén már teljesen tudathasak módon volt egy olyan állapot, hogy elmentél valakivel, hogy ágyba bújj, és utána nem viccelek, beültem a közeli templomba, és utána egy negyed órát azért imádkoztam, hogy az Isten vegye le rólam ezt a függőséget. Na most, ha vele gondolsz, ez annyira őrült történet már, hogy és utána természetesen visszamész majd hozzá. És az összes szétmeneléseitek, és az összes összejövetelek között mindig vannak próbálkozások, amik csak azért mennek félre, mert közben senki nem tudja azt überelni, ami veled történik, ami éppen benned él. Tehát ez a fajta kitárulkozás, ez nagyon kevés embernek a luxusa. Vélány, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és én őszintén válaszoltál. Én pedig akkor ajánlom mindenkinek, hogy még bőven karácsonyfa alá is beszerezhető a céltáblánál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Jövő hétfőn találkozunk. Addig is iratkozzatok fel YouTube csatornánkra.